6 győzelemmel, 4 döntetlennel és 6 vereséggel zárta az őszi szezon 16 mérkőzését a Várfürdő Gyulai Termál FC. A csapat ragyogó rajtot vett a megerősödött harmadik vonalban, és bár a végére visszaesett a kékfehérek teljesítménye, így is bőven teljesítették az előzetes célokat, hiszen nem a bennmaradásért, hanem sokáig a dobogóért küzdöttek. Balon veszed át, jobban passzolod vissza! A múlt héten megkezdett felkészülés különlegessége, hogy a felnőtt csapat együtt edz a fiatalokkal. Jelenállás szerint 3 lehetséges távozó mellett egy új ember erősítheti a gárdát. Megpróbáltuk az U19-es csapatot együtt a nagy csapattal, hogy edzünk, hogy lássuk, hogy edzenek, hogy erőnlétileg próbálják kutorélni őket, és egy 4 hétig együtt edzünk, és aztán a csapat meglássuk az első 20, hogy ki lesz a keret, milyen lesz a keret. Még nem tudunk, hogy ki jön. Jött a Sipos, még nem írt alá, de velünk edz. Távozott Weber, elment dolgozni Ausztriába. Megy egybe, elment Bagyinszki, meg úgy néz ki, hogy Bagyinszki még nem írt alá, meg Hanyec. A csapat egyik meghatározó játékosa szerint az idősebbekre és a fiatalabbakra is jó hatással lehet a közös munka. Hát jó érzés, hogy itt vannak a fiatalok, mert végül is tanulhatnak az idősebb játékosoktól. A fiataloknak remélem, hogy kiugrási lehetőség, hogy oda kerülhetnek az első kerethez, akár edzőmérkőzésen, akár a bajnoki mérkőzéseken is. A sajtóban megjelenő hírek szerint a vetélytársak többsége erősödött. Így nem túlzás azt állítani, hogy a gyulai együttes dolga sem lesz könnyebb. Vannak távozóink, de én arra számítok, hogy minél több meccset meg tudunk nyerni, és jó teljesítményt tudunk nyújtani itthon is, és idegenben is az összes mérkőzésen. A termálosok számára több felkészülési mérkőzés után március elején kezdődik a bajnokság. A hátralévő 14 találkozón a bennmaradáshoz még körülbelül 15 pontot kell szerezni.